Itt vannak az amerikai elnökválasztások, úgyhogy a mai videóban erről beszélek neked. Eszter vagyok, már itt élek Amerikában, Kaliforniában, immáron 13 éve. 2015 óta vagyok amerikai állampolgár, már szavaztam kétszer is. Most lesznek itt Amerikában november 5-én az elnök választások. Úgyhogy a mai videóban erről fogok neked mesélni, hogyan is néznek ki itt Amerikában a választások. Beszélünk így az alapjairól, miben más, mint mondjuk Európában, Magyarországon. Valójában miért is fontosak annyira az amerikai választások? Óriási jelentőségük van, nem csak az USA-ban, hanem világszerte is. Mivel az Egyesült Államok a világ egyik legnagyobb gazdasági és katonai hatalma, az itt meghozott döntések az egész világra bizony kihatnak. Az, hogy ki lesz az elnök, hogy melyik párt irányítja majd a kongresszust, befolyásolja például a nemzetközi kapcsolatokat, a nemzetközi kereskedelmet, a környezetvédelmi lépéseket, a globális konfliktusoknak a kezelését is. Gondold csak el, hogyha mondjuk az USA úgy dönt, hogy kereskedelmi korlátozásokat vezet be, az komolyan érinthet bizony más országok gazdaságát is. Ugyanígy az amerikai külpolitikának is jelentős hatása van más országokra, a világban történő dolgokra. Sokszor gyakran az itt meghozott döntések szinte rögtön érezhetőek a világ másik részében is. Az amerikai életstílus és maga a választási kampányoknak a hangulata is sokak számára bizony nagyon izgalmas. USA-ban a választások nagyon nagy figyelmet kapnak, kampányok pedig gyakran tele vannak mindenfajta ilyen látványos megmozdulásokkal, showműsorokkal, sztárok vesznek rajtuk részt. Nézzük meg, hogy akkor hogyan is működik az amerikai elnökválasztás, az itteni választási rendszer. A legeslegfontosabb az az, hogy itt mi nem direktbe szavazunk az elnökre, mondjuk úgy, mint a miniszterelnökre, az elnökökre Magyarországon, vagy akár Európában, az úgynevezett elektori rendszer működik. Az elektorok, ők valójában is emberek, őket az adott állam politikai pártjai választanak ki, még a választásukat megelőzően. És ezek az elektorok képviselik a szavazókat, ők döntenek gyakorlatilag a választásokat követően az elnök személyéről. És az államoknak a lakossága határozza meg, hogy hány elektoruk van egy adott államban. Tehát minél több ember él egy államban, annál több elektoruk van. Kalifornia, miután ez a legnépesebb állam, ahol én is élek, Kaliforniában 54 elektor van, Wyomingban vagy Vermont államban pedig mindössze csak 3 elektort választanak, mert azok bizony nem népes államok. Tehát amikor az emberek elmennek novemberben szavazni, akkor valójában ők az elektorokra szavazunk, akik majd később adják le a voksukat az elnökre. Okay, hi, my name is Abraham. I just want to say that I'm looking forward to the circus and charade being over with after the elections. I just want things to go back to normal. No more phone calls, no more mail. Államok többségében az a szabály, hogy a győztes mindent visz alapon, az összes elektort a győztes jelölt kapja, annak fog majd menni az összes elektori szavazat. Van egy olyan kifejezés, amit nagyon-nagyon sokat lehet hallani, főleg így a választás közelettével, swing state, tehát ilyen hinta állam. Kalifornia az hagyományosan egy demokrata állam, mint mondjuk Texas, az például piros, azaz a republikánus állam. Na most ezek a hinta, vagyis ez a swing state államok pedig változnak, ugye mindig attól függ, és ezért általában a kampányoló elnökjelöltek a legtöbb energiájukat, figyelmüket ezekbe, vagy ezekre az államokra fókuszálják, tehát oda mennek el sokat kampányolni, beszédet mondani, mert itt ugye egyik politikai pártnak, tehát sem a demokratáknak, sem a republikánusoknak sincsen állandó és biztos fölénye. Ezek az államok azok, amelyek valójában eldönthetnek egy választást. Ilyen swing state, például Pennsylvania, illetve Ohio is. Vannak ám itt előválasztások is, amelyek hónapokkal, sokkal korábban vannak. Tehát az előválasztásokat hívják úgy, hogy primaries, illetve van egy
olyan neve is, ami kicsikét más, előválasztási gyűlés, azok a caucus, vagyis a caucusok, nem kaktuszok, hanem caucusok. Ott dől el ezeken az előválasztásokon, hogy ki legyen a pártnak a hivatalos elnök jelöltje. Szavazni lehet több elnök jelöltre egy adott párton belül. És nyilván, aki azt megnyeri, az lesz majd nagy valószínűséggel annak a pártnak az elnök jelöltje. Két nagy párt van, ahogy mondtam már, a demokraták és a republikánusok. Miért csak két párt van? Ezt a két párti rendszert amúgy nagyon sok kritika jogosan is éri, mert sokan úgy érzik, hogy ez korlátozza igazából a választási lehetőségeket, és nem ad elég teret más nézőpontoknak is. Tehát azért van itt is egy ilyen zöld párt, libertarians, tehát vannak más pártok, csak hát nekik nincsen akkora hatalmuk, meg akkora pénzügyi és szervezeti háttértámogatása, mint a demokratáknak vagy a republikánusoknak. Idén a két elnök jelölt, ugye a demokrata oldalának Kamala Harris, aki mostani elnöknek, Joe Bidennek, demokrata elnöknek az elnök helyettese, és ő indul most a demokraták színeiben. Ugye a republikánusok oldalán pedig ismét Donald Trump indul. Ők a két főszereplői itt Amerikában már a mindennek, a közösségi médián, az összes létező videónak, a tévében, a hírekben, mindenhol, mindenhonnan csak ez folyik. Amerikai választási kampány az tényleg olyan, mint egy folyamatos, látványos, nagy show műsor. És ráadásul itt a kampányolás nem egy pár hónappal korábban kezdődik, hanem már több mint egy évvel a választás előtt gyakran elkezdődik. És itt nincsen olyan, hogy kampánycsend. Itt folyamatosan kampányolnak. Mondom, sokszor már egy évvel korábban, egészen a választás napjáig is. A választás napján is lehet még kampányolni, ugyanúgy. Még azt is amúgy alaposan megtervezik, hogy a jelölt milyen ruhát viseljen, hogyan nézzen ki, milyen színű legyen a nyakkendője, milyen színű zsebkendő lógjon ki a zsebéből, hogyan viselkedjen a nyilvánosság előtt. Minden egyes apró részlet itt meg van tervezve. Minden számít. Tényleg az, hogy hogyan érnek hozzá a hajukhoz. Minden. Kampányok sokszor tényleg ilyen igazi show műsorokká válnak, ahol a szlogenek, a logók, különféle ilyen merch, cuccok, sapkák, pólók, kitűzők, óriási szerepet játszanak. És ez nem csak a kampány része, hanem sokszor ám divattá is válik. Tehát valamilyen szlogen mondjuk elhangzik az egyik elnök jelölt szájából, valamilyen vicces mondat, és másnap már lehet olyan pólókat kapni, olyan matricákat, hogy az emberek meg ezeket büszkén hordják. Tényleg a kedvenc jelöltjüknek a nevét, a szlogenjét, kiteszik ezeket a táblákat a kertjükbe, az utca felől, hogy mindenki lássa. Mert itt az emberek ezt így büszkén viselik. Kampány gyűlések, ezek a rallyk, ugye, is hatalmas nagy eseményekké növik ki magukat, szinte már ilyen fesztiválszerűen, tehát hosszas sorok állnak kint, amíg be lehet jutni. Árusítók vannak, akik az adott jelöltnek a mindenfajta ilyen merch cuccait árulják, és tényleg több ezer ember jön egy ilyen eseményre, táblákkal, hatalmas színpadok vannak, olyan, mint valamilyen óriási koncertre mennél. Rengeteg fény, zene kíséri őket, és az is nagyon gyakori, hogy az ilyen különböző kampánygyűléseken, eseményeken bizony hírességek, színészek, énekesek, sztárok jelennek meg, és ők konferálják föl az elnök jelöltet. Donald Trumpot, Elon Musk, ugye, aki a Tesla, a SpaceX-nek a megalapítója, már hivatalosan is ő támogatja. Kamala Harris, ugye, a demokratáknak az oldalán, őt támogatja például Taylor Swift, Oprah Winfrey, Eminem, Mark Cuban, aki szintén egy milliárdos itt Amerikában, Beyoncé, tehát rengeteg-rengeteg híres ember felvállalja a politikai nézetét, és hát ugye ez előnyt hoz az adott jelöltnek, hiszen általában ezeknek az embereknek milliós követőtábora van, és így segíthetnek elérni a fiatalabb vagy a bizonytalan
szavazókat is. Hogyan is zajlik a kampány úgymond az utcán? Van egy ilyen igazán amerikai jellemzője, hogy a házak elé kihelyezik az emberek a tábláikat, a kocsik hátuljára kiragasztanak matricákat, tehát mindenhol vannak, ezáltal a plakátok által egy ilyen komoly politikai üzeneteket is próbálnak közvetíteni a környezetedben élő szomszédok. És ki van írva, hogy Kamala Harris for president, vagy az, hogy Trump for president. Abban a házban például, ha valaki egy veterán, ugye katona, akkor ki van külön olyan tábla, hogy a veteránok azért a jelöltért. Tehát, hogy Veterans for Trump, vagy Veterans for Harris, vagy Women for Trump, Women for Harris. Azon belül is, hogy támogatják azt a jelöltet, még azon belül is még kategorizálják, hogy pontosan ki. Van olyan, hogy Latinos for Trump, Latinos for Harris. Disztingváltabb módja annak, hogy az emberek ki tudják fejezni a politikai nézetüket, anélkül, hogy beszélniük, hangosan beszélniük kellene erről. Itt az amerikai amúgy a választásokat annyira fontos számokra, hogy például sokszor olyan táblák, nagy ilyen molinók, poszterek is vannak kint, amely csak arra ösztönzi az embereket, arra hívja fel őket, hogy szavazzanak, hogy menjenek el szavazni, hogy gyakorolják ezt a jogukat. Amerikaiak ugye nagyon komolyan veszik, és nagyon szenvedélyesek ám a választásokkal kapcsolatban olyannyira, hogy egy ilyen óriási nagy ilyen, mi az, molinót kilógatnak a házuknak az oldalára. Vote. Mennyire imádják még így a választások előtt is az emberek a politikai vitákat nézni? Ez abból is látszik, hogy például a mai napon lesz az első vita a Trump és a Harris között. A gyerekeim iskolájában ma van a PTA, ugye az az itteni úgymond, úgy fordítanám le, hogy a szülői munkaközösség. Ma van az egyik, az első gyűlése, és direkt a vita miatt áttették korábbra, hogy mindenki időben hazaérhessen és nézhesse a vitát. Úgyhogy ennyire komolyan veszik itt, kérem, a politikát, de tényleg, és amúgy mindenki úgy várja, mintha valami sportmérkőzés lenne. Rokonok felhívják egymást, hogy anélkül, hogy megmondanák, hogy kire szeretnék, hogy az illető szavazzon, csak azért felhívnak, hogy megmondják, hogy mindenképpen menjél el szavazni, mert hogy igenis számít a szavazatod. Akkor most pedig beszéljünk az úgynevezett konvenciókról, a demokratikus és a republikánus nemzeti konvenció. Ezek a legnagyobb látványosságok. Ugye itt mutatják be ezeken a konvenciókon a két nagy párt hivatalosan az elnök jelöltjét, a pártnak a jelöltjeit. Nagyon jól, alaposan, részletesen megtervezett show igazából, tele érzelmekkel, hatalmas nagy beszédekkel, a volt elnökök, például a most megjelent a demokratáknak a nemzeti konvenciója, Michelle és a Barack Obama is. Ezeket az eseményeket nem csak az ilyen politikai hívek nézik, akiket annyira érdekel, hanem rengeteg érdeklődő is, mert egy kicsikét olyan, mintha ez a politika összefonódna a szórakoztatóiparral. Vannak híres énekesek, akik fellépnek, minden állam küldöttei elmondja, hogy ők kit támogat. Mostanság már olyan kreatív módon teszik, hogy énekelnek, rappelnek, tévében lévő showműsorok még hát ki is figurázták, hogy mondjuk a republikánus konvenció minden sokkal ilyen lassabb volt és unalmasabb, még mondjuk a demokratának a nemzeti konvencióján pedig valami elképesztő kreatívkodások mentek. Olyanok, mint egy ilyen mini olimpiai megnyitó. Családtagok, mármint a jelölteknek a családtagja is felszólalnak, beszélnek ugye a republikánusoknál, Donald Trumpnak ugye a fia, a menye, az unokája is felszólalt, a demokratáknál Kamala Harris férje, férjének a gyerekei, színes léggömbök repkednek, konfettik hullanak az égből, a háttérben zene üvölt. Ezek a konvenciók több naposak. Tehát itt nem arról van szó, hogy csak első nap, egy nap van, azt kész. Nem, ez több napos. És az utolsó nap van az a fénypontja a konvenciónak, amikor pedig a jelöltek a nagy beszédjüket elmondhatják, amelyben kifejtik
a terveiket és a víziójukat az országra nézve. Beszéljünk akkor a regisztrációról, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos eleme az amerikai választásoknak. Tehát, hogyha szeretnél szavazni, akkor fontos, hogy regisztrálj. Tehát, hogyha én nem lennék regisztrálva szavazóként, akkor nem tudnék szavazni. Tehát nem elég az, hogy csak állampolgár vagy, regisztrálva kell, hogy legyél. Egyesült Államokban minden államnak megvan a saját regisztrációs folyamata, itt Kaliforniában nagyon egyszerű. Annyira fontosnak tartják, annyira érdekes, hogy sokszor, amikor elmész az orvoshoz, de vagy elmész az iskolába, tehát teljesen ilyen random helyeken lehet regisztrálni. Nem csak az elnök választást megelőzően, de amikor még nincsenek választások, olyankor is, nem úgy online is lehet regisztrálni, de a legtöbb helyen, legalábbis még itt is Kaliforniában azért ez papír alapú, de csak egyszer kell megcsinálni. Tehát egyetlen egyszer kell regisztráljál, és utána pedig már benne leszel a rendszerben. Most nézzük meg a szavazás módját. Nyilván lehet személyesen szavazni, a másik pedig mutatom, így érkezik itt Kaliforniában, levélben lehet szavazni. Egyre többen választják amúgy ezt a lehetőséget, mert nyilván kényelmes, van rá időd, és csak simán a postaládába bedobod, vagy a postán leadod. Tehát itt például a választás, hogy mindig kedden van. Ezért is jó a levélben való választás, mert hogyha te már előre tudod, hogy mondjuk nem tudsz elmenni valami miatt, akkor legalább a szavazólapodat így levélben ki tudod tölteni, és el tudod küldeni. Ügyelned kell arra, hogy időben küld vissza, különben nem számít. Választások előtt jóval kiküldenek ilyen füzeteket. Itt van egyik, itt pedig van egy másik. Ezek igazából ilyen tájékoztató füzetek, mutatom, amelyben, hát ez a házi, el kell olvasni, és ezekben a füzetekben tényleg a jelöltekről és a terveikről lehet olvasni, nem csak az elnök jelöltekről, hanem a különböző helyi, tehát mondjuk én San Diego-ban élek, akkor az itteni San Diego-i önkormányzat jelöltjeiről, a különböző törvényjavaslatokról. Tehát így néz ki itt az itteni szavazó cédula, amint láthatod, az első helyen van, hogy kire szavazol, elnöknek, illetve elnök helyettesnek. És amint látható, többen vannak, milyen sokan vannak itt, ugye, nem csak a republikánusok, meg ugye a demokraták. A republikánusoknál ugye Trump van, az ő elnök helyettesével, demokratáknál pedig a Kamala Harris az ő elnök helyettesével, és ezek pedig mind a többi ilyen kisebb pártól, a Jill Stein, ő mindig a zöld pártnak a jelöltje, és vannak ugye kisebb pártok, és Chase Oliver az a libertarian, és amit látod, itt van egy üres hely is, és ez itt azért van, mert hogy itt amúgy bárkire szavazhatsz, tehát ha gondolod, de még a saját nevedet is beírhatod, sokan amúgy szokták azt is csinálni. És ezen kívül pedig attól függően, hogy te hol élsz, tehát itt nálam ugye a San Diego-i jelöltekre, különböző törvényjavaslatokra is itt lehet már szavazni. Például arra, hogy az állami iskolákban mennyi pénzt költsenek el, és hogy mire költsék el. Ezen kívül szavazunk az amerikai szenátorokra, és ugye kaliforniai szenátorokra. Itt vannak, és a képviselőkre is. Ilyen hosszú ám ez a szavazó cédula, úgyhogy ezt mind ki kell töltsem. Minimum jövedelmet is meg szeretnék növelni, erre is szavazunk. Ilyenkor választjuk meg a helyi önkormányzatot is, a San Diego-i polgármestert, a San Diego-i főügyészt, és tényleg ez a szavazó cédula, a különböző javaslatok államunként és városonként is nagyon változnak. Miután kitöltötted, beteszed ebbe a borítékba, lezárod, és leadhatod bármelyik irodában, amely elfogadja a szavazó cédulákat. És így szavazunk levélben. A hátulját pedig alá kell írni. Utána pedig ezt a matricát általában kiteszik a kabátjukra, a pólójukra, vizes kulacsokra. A matricát pedig kitesszük. Le lehet adni a postán, be lehet úgy küldeni, hogy nem kell rá már ugye bélyeg. Tehát be lehet küldeni postán, illetve el lehet vinni a különböző szavazóhelyiségekbe, és ott leadni őket. Ezekbe a postaládákba pedig bedobjuk, és elmegy. Mindegyik ugye külön regisztrálva van, tehát én egy e-mailt kaptam már akkor, amikor ezt kiküldték az én címemre, illetve az e-mailen keresztül követhetem, hogy mikor érkezik be a központi szavazógyűjtő helységekbe,
és ahol majd ugye feldolgozzák a szavazatokat. Úgyhogy dobjuk is be. Szavaztunk. Ő is most adja le a szavazatát. Sokat lehet hallani itt, ez a popular vote és az electoral college. Még például 2016-ban is volt, ugye, amikor Hillary Clinton indult ugye Trump ellen, hogy a popular vote az a népszerűség, ugye, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot. Tehát összességében a legtöbb szavazatot például 2016-ban Hillary Clinton kapta, de az elektorok, amit ugye már az előbb elmagyaráztam, hogy hogy működik, az elektori szavazatokat viszont Trump nyerte. Tehát a simán lehet, hogy valaki összességében megnyeri a népszerűséget, tehát ők nyerik meg a legtöbb szavazatot, úgy összességében rájuk szavaznak a legtöbben, de az államunként lebontva, elektorokra viszonyítva viszont nem fognak nyerni. És pontosan ezért is kritizálják ám sokan ezt az elektoros rendszert. Bizony előfordulhat az is, hogy nem az nyeri a választásokat, akire valójában a legtöbben szavaztak. Ez tehát az amerikai elnökválasztás nagyon alapfokon. Remélem, hogy ezzel a videóval egy kicsikét azért így jobban megértetted, hogy mégis hogyan zajlik ez itt Amerikában, és hamarosan ez is kiderül, hogy ki lesz az új amerikai elnök. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, és hogy együtt szavaztunk. Ha tetszett ez a videó, és tényleg még szeretnéd jobban megismerni Kaliforniát, Amerikát, az itteni életünket, akkor mindenképpen nyomd meg a gombot, és iratkozz el fel a csatornámra. Találkozunk jövő héten a következő videóban is.